Erős már a mi Istenünk, foglaljunk helyet templomunkban, az Újpesti Evangélikus Gyülekezet templomában. Szeretettel köszöntöm a kedves római katolikus, görög katolikus, baptista és református testvéreket. Örülök, hogy ebben az esztendőben együtt tudunk lenni. Január 3. hetében tartják a keresztény egyházak a nemzetközi ökumenikus imahetet, amelyhez az újpesti egyházak is csatlakoznak. Az egységesítő szándékú rendezvénysorozat motorja kerületünkben hosszú évek óta Horváth Zoltán atya, az Egek királynéja, főplébánia plébánusa. Az apropó a Szent Pál apostol megtérésének az ünnepe január 25, és az előtte levő hétre alakult ki 1960-as évek óta folytatólagosan, azokkal az egyházakkal, akik tagjai a Genfi Egyházak Világ Tanácsának, a részegyházak, és abból Magyarországon is mindegyik egyház. Itt Újpesten, akik pedig itt Újpesten létezünk Egyházak Világ Tanácsából, veszünk részt ökumenikus imahétben, mindig január 3. hetében. A vírus sajnos ezeket a napokat sem hagyta érintetlenül. Mindig egy kicsit változik adott lehetőségektől, és a vírus nem ért teljesen véget, nincs annyira felszabadítás. Voltak már olyan kezdeményezések is egyszer régen, amikor kibéreltük az Adit, amikor a Biblia éve volt, de legtöbb alkalom csak annyi, hogy egymás templomába elmegyünk különböző felekezetű lelkészek. Mindegyik, részt veszünk egy közös ima esten, közös imádsággal, énekkel. Utána szokás volt, hogy volt közös szeretett vendégség, agapé, most a vírus miatt a távolságtartásnál azt maszkban nem lehet megtenni, ezért az idén az elmarad, de az imaestek a szép énekekkel, orgonaszóval, igehirdetéssel az központi rész, és annak a kimutatása is, hogyha egy Jézus Krisztus van, akkor ha különböző féleképp is a felépítmény, de az alap ugyanaz, és a cél is ugyanaz, és ebben mindannyian keresztek úgy fogalmazzuk, hogy testvérek vagyunk. Zoltán atya természetesen optimista. Ha nem lesz vírus, akkor visszaállhat a régi rend, amikor újpesti lelkészekkel havonta találkoztunk megbeszélésre, közös imára, közös gondolkodásra itt Újpesten, hisz ha egyiknek rosszul megy, mindenkinek rosszul megy, ha mindenkinek jól megy, sikeredik, akkor mindenki egymástól tanulhat, és ezt szeretnénk folytatni a következőkben is, és nem csak az ökumenikus ima héten, hanem ha adódik olyan lehetőség például, hogy egy esküvőnél az egyik fél katolikus, másik református, akkor ökumenikus esküvő is szokott lenni a templomokban. A bölcsek napkeletről jöttek, hogy tisztetünket tegyék, és fölajánlják kultúrájuk, hazájuk, különlegességét. Ma egyetemlegesen fohászkodunk a világ sokféle hagyományú és szertartású keresztény közösségeiből. Úrunk kérünk, őrizd meg ezeket a kincseket, különösen is a világ azon részein, hogy erőszak és zsarnokság fenyegeti a keresztények jelenlétét és megmaradását. Úrunk, hallgass meg mindenet! A keresztény egyházak közös évindítását idén a napkeleti bölcsek története ihlette. Az ökumenikus imahét mottóját pedig Máté evangéliuma adta. Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.